Mindjárt elnézést kérek a szülőktől, az elsőben lesz néhány szörnyű kép, de igyekszem, hogy gyorsan átmenjünk ezen. Azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert most már mindenkinek van Facebookja, Skype-ja, Messenger-e, stb., főleg az ifjabb korosztálynak, és ez egy igaz történet, és tanulságosnak tartom. Ezeket a képeket kapták Facebookon, azt hiszem meg tudom állítani, igen. Néhány fiatal a elmúlt, nem is tudom, 4 évvel ezelőtt. Tehát valaki, akit ők ismertek, fölvette ismerősként, és azt mondta nekik, hogy figyelj, tudom, hogy kevés pénzt keresel, nem élsz a legjobban, stb. Én most Latin Amerikában vagyok, egy nagyon szép országban, és küldte ezeket a képeket, és gyere kidolgozni. És ezek a fiatalok kimentek dolgozni, és a következő kép után jönnek a szörnyűségek, hogy mi lett a végeredménye a dolognak, és azt meg is fogom pörgetni, hogy ne sokkoljam túlságosan az ifjúságot. Ez lett a végeredménye annak, hogy bedőltek néhány képnek. Most ezek a képek már annyira nem durvák, ezek maradhatnak. Ez a La Paz-i San Pedro börtönnek a vizes blokja. Itt valószínűleg az ANTS-nek apró higiéniai kifogásai lennének, ez a konyha például. Ebben a börtönben van 3,5 éve toásó előd, és ő volt az, aki többek között ezeket az előbb mutatott fotókat megkapta Facebookon, Magyarósi Árpáddal és még néhány más magyarral egyetembe. És hát Tóásó előd is tanár volt egy tatabányai iskolába, keveset keresett, és úgy gondolta, hogy van ingyen ebéd, és elment élete kalandjára. A Magyarósi Árpád nevű szovátai fiúval együtt, akivel együtt repültek, életükben először ültek repülőgépen, amikor először elmentek Lisszabonba, és Lisszabonból volt jegyük La Pazba, vagy pontosabban Santa Cruzba. És hát önök is valószínűleg tudják, hogy mi lett a végeredménye a dolognak. Martin Dwyer nevű ír állampolgárt, Rózsa Flores Eduardo nevű magyar, horvát és bolív állampolgárt, és Magyarósi Árpád nevű román állampolgárságú székely fiút lelőtték a La Paz-i Las Americas Hotelben, és Tóásó előd ebbe a cellába él immár 3,5 éve, és hát reménye sincs arra, hogy egyhamar hazajöjjön. Bolívia egy nagyon érdekes ország, a Latin Amerika legszegényebb országa, és akinek pénze van, a börtönben is gyakorlatilag mindene van, vagy mindene lehet, ha van pénze. Előd egy kicsit más helyzetben van, mert ő kiemelt politikai rab, tehát én amikor először kint voltam nála, akkor a rádiót vagy televíziót nem tudtam úgy bekapcsolni, hogy ne arról beszéljenek, hogy a Grupo Terroristo Ungaro, ami a magyar terrorista csoportot jelenti spanyolul. Én szerencsére Erdélyben nőttem föl, Romániában születtem, és elég sokat értek spanyolul, tehát így hallottam, hogy róla beszélnek állandóan a televízióban. Tehát ő rá nagyon odafigyelnek, és az ő cellájában sokkal gyakrabban van razzia, ezért nem tarthat dolgokat, de azért jó látni, hogy például a kokárda bent van. Itt egy következő képen látszik, ha jól tudom, hogy például milyen a kapcsoló ezen, igen, itt ezen valamelyest látszik. Itt van gyakorlatilag a csupasz drót van, és akkor a kézzel eszkabált rezsóját úgy tudja bekapcsolni, hogy ráakasztja a drót másik részére. Az a nagy szerencséje, hogy nem 220 van Bolíviában, hanem amerikai rendszer szerint 110 volt. Tehát, hogyha rossz helyre nyúl, akkor csak meglehetősen jól megrázza, de nem lehet ebbe belehalni. Ma is beszéltem vele telefonon. Nagyon hálás vagyok, itt látszik jól a csatlakozó, hogy lehet bekapcsolni ezt a rezsót. Nagyon hálás vagyok a Boci Csokinak, és ez nem a reklám helye, most már nem is úgy gyártják a csokoládét, de korábban úgy gyártották, hogy ilyen sztaniol papírba volt csomagolva, és kívül volt egy másik réteg rajta. És én tudtam, hogy hiába megyek el Bolíviába, azt mondják, hogy a messziről jött ember bármit mondhat, ha nem tudok fényképezni a cellájába, akkor nem hiszik el, hogy nála jártam. És nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit lehet csinálni. 8-szor voltam benn azon az út során a börtönbe, és hát motoztak, tehát nagyon durván megnézték, hogy mi van nálam. Volt, amikor például a testüreg vizsgálatot is kilátásba helyezték, ezt most nem részletezném, hogy mit jelent, de nem szerettem volna részesülni benne, ezért ilyenkor mindig $20 kiesett a zsebemből, és akkor eltekintettek a vizsgálat eme fajtájánál, vagy fajtájától. De gondolkodtam, hogy tudnám bevinni a telefont, és akkor még egy korábbi iPhone-om volt a legelső fajta, és rájöttem arra, hogy ha kellő türelmem van, és a Boci Csokiból kivágok egy iPhone-nyi darabot, akkor pont olyan vastag volt a Boci csokoládé, így vastagságban, mint a telefonom.
És persze gondosan kikapcsoltam a telefont, hogy nehogy pont akkor szólaljon meg, amikor motoznak, és a csokoládéba kivágtam egy ilyen darabot, tehát hogy így be tudjam pattintani helyébe a telefont, és vásároltam egy könyves üzletbe füzeteket, aminek a kemény borítójával rátettem erre az oldalára is egy ilyen fedőt, meg a másikra is, hogy amikor visszacsomagolom a telefont a Szaniolba, tudtam, hogy a csokit meg fogják fogdosni. És ne érezze a folytonossági hiányt, tehát ne érezzen döccen őt a telefon és a csokoládé között. Az előd azt kérte, hogy vigyek bocicsokit, meg mindenféle ilyen dolgokat, amit majd mindjárt elmondok, és nagyon sokat vittem, tehát több kiló csokoládén volt, és minden nap adtam az őröknek egyet, hogy megszokják, hogy és vittem elődnek is minden nap, hogy megszokják, hogy viszem a csokoládét, és az utolsó előtti napon, amikor a telefont becsempésztem, hogy ezek a fotók elkészüljenek, akkor három csokoládét raktam egymás mellé. A középsőbe volt, tehát úgy volt, hogy a szatyorba vittem féle mindenféle kaját, és így a három csoki így volt egymás mellett a szatyorba. És a középsőbe volt a telefon, ami gondosan ki volt kapcsolva, hogy negy, akkor hívjanak fel, amikor éppen motoznak, és megcsörrel a telefon. És ahogy a fickó, tehát ahogy én megérkeztem a börtönbe, és elkezdték a motozást, akkor mondtam, hogy hát most itt eszembe, hogy hoztam nektek csokoládét, és benyúltam a szatyorba, és tudtam, hogy bárhonnan veszek ki, bármelyik oldalról biztos, hogy nem a csokoládét adom nekik oda ajándékba. Tehát a legnagyobb lelki nyugodt, hogyha még el is mozdultak, akkor tudtam, hogy a középsőt nem szabad kivenni. Tehát kivettem egy csokit, megtörtem nekik, neki fogtak enni, és utána már, amikor motozta a csokoládékot, vagy ellenőrizte, már nem vette olyan komolyan, mert hát ugye milyen lezserül kivett az illető egy csokoládét, tehát így be tudtam vinni. Azt azért elmondom, hogy legalább 300 volt a pulzusom, tehát nyilván idegeskedtem, mert hogyha megfognak, akkor a kosztom és a kvártéom hosszú időre meg lett volna előd mellett. De szerencsére nem voltak, tehát a szegény országnak is vannak előnyei, nem volt fémkereső a börtönben, mert hogyha van, akkor az pittyeg és lebukok. És akkor ezzel a telefonnal ott tudtam dolgozni. Erről a börtönről azt kell tudni, hogy pontosabban ebből a részlegből, ahol előd van, hogy ez egy börtön a börtönben, tehát a magának a börtönnek 8 egysége van, abban összesen úgy tudom, hogy 600 fogolynak lenne hely, de valami 4000-en vannak, tehát brutális túlzsúfoltság van, így néz ki kívülről, és amikben előd van, az egy ilyen speciális részleg, tehát ott úgy van megoldva, hogy a rabok saját maguk urai napközben, tehát reggel 6 órakor a cellák kinyílnak, és egy ilyen belső udvaruk van, ott nincsen őr, tehát hogyha adott esetben összeverekednek egymással, akkor az este 10 órakor derül ki, amikor rovancs van, és visszazárják a cellákat, tehát az őrök nem avatkoznak bele a raboknak a belső ügyeibe. És akkor a dzsungel törvényei szerint zajlik a dolog, aki erős, az túlél, aki gyenge, az kevéssé. És hát azóta voltam még kétszer elődnél, és hát bent maradt egy telefon, fogalmazzunk így, ezt nyilván soha nem fogom hivatalosan elismerni, de lényeg az, hogy elérhető most már telefonon, viszonylag gyakran. Ma is fölhívtam, és örömmel újságolta, hogy zakuszkát készített, aki Erdélybe, vagy sokat járt Erdélybe, az tudja, hogy ez mit jelent. Sajnos a kanadai szobatársa ellopta paprikát, vagy valamit csinált vele, amit a korábban vittem, tehát paprikát nem tudott rendeset, vagy eleget tenni bele, de azt mondta, hogy színe nem jó, de az íze azért mégis használható. És a legnagyobb bánata, hogy nem tud csinálni mákos beiglit karácsonyra, mert Bolíviában nem lehet kapni mákot. Ezt sajnos én sem merek neki vinni, mert általában Európán, vagy Amerikán keresztül utazunk, és az amerikaiak azok valami háklisak a mákra, az ópiummal kötik össze, és hogyha én egy kiló mákkal megjelennék az amerikai határnál, nagyon hosszú időbe kerülne, amíg kimagyaráznám, hogy miért is akarom vinni. Hiába, hogy ebben nincsen semmiféle olyan, tehát a magyar kereskedelembe kapható mákból már nem lehet ópiumot csinálni, de ezt az amerikaiak nem biztos, hogy elhiszik nekem. Érdekes, hogy a börtönnel szembe találtam egy piroska pasztelleria, az ilyen tésztáldó, vagy süteményes, de nem is tudom, mi a jó szó rá. Sajnos megkérdeztem, hogy van-e valami közük a magyarokhoz, de egy szót nem értettek abból, amit kérdeztem. Tehát valószínűleg ez valami régi történet, és nincs közel a magyarokhoz. Előd azt mondta, hogy, vagy hát ezt tudom anélkül is, hogy mondta volna, hogy hétfőn folytatódik a pere, Tariába. Ezt úgy nevezik Bolíviában, hogy ítélkezési turizmus. Tehát azzal, hogy tehát szinten kell tartani az ügyét. Őt szerintem azért nem lőtték le, mert hogyha lelőtték volna, akkor nagyon gyorsan vége van a történetnek, és már el lenne felejtve, így meg állandóan, mint a véres rongyot lehet őt hurcolászni, és szinte minden komolyabb bolíviai településen már megmutatták a nagy közönségnek, tehát most éppen Tariába zajlik ez a kirakatper. Én meg vagyok arról győződve, hogy a bírónak a fiókjában már benne van
az ítélet. Nem tudom, emlékeznek-e arra a Bacsó filmre, a Tanúba, amikor az ügyész elkezdi olvasni a vádat, és akkor szólnak, hogy elnézést, ez már az ítélet, és akkor visszateszi, és először akkor még a vádnak. Hát valószínűleg Tóásolnál is így van, teljesen reménytelen a helyzet, szerintem 30 évet fog kapni terrorizmusért, miközben semmilyen komoly bizonyíték nincsen ellene, és most már nemzetközi szervezetek is azt mondják, hogy jogtalan a fogvatartása. De hát ezt Bolíviában nem veszik annyira komolyan. Ott egy nagyon erős diktatúra van épülőben, és ezt nem veszik komolyan. Ez a szállodai szoba, ahol Eduardo Lózsa Floreszt lelőtték, az előző képek közül egyik itt készült. Én egy évvel, vagy fél évvel az események után voltam, és ebben a szobában szerettem volna aludni, de ezt éppen renoválták, érthetik, hogy miért, tehát ott gyakorlatilag szétlőtték a szobát, és akkor az alatta lévő szobába, tehát a 358-asba kértem, és azért bevallom, hogy nem tudtam aludni, tehát gyakorlatilag minden recsenésre fölébredtem, ez az a szálloda, ahol ez a kommandós rajtaütés készült, és így nézett ki a szoba, hát nyilván egyen bútorzat van. A szálloda igazgatója adta ide nekem ezeket a fotókat, amelyek bent készültek a szobákba, és az is nagyon érdekes, hogy valamiért a kommandósok, amikor a rajtaütés történt, akkor a szállodának a belső kameraláncát kikapcsolták, tehát nem lehet tudni azt, és nem lehet bizonyítani, hogy egyáltalán történt-e valamiféle harc, vagy volt-e ellenállás a részükről. Egy balisztikus azt mondta nekem, hogy kifele irányuló golyónyomokat nem találtak, tehát őket gyakorlatilag kivégezték, ezeket a magyarokat, illetve az ír fiatalembert, és azt csak az kormány állítja, hogy tűzharc volt, fegyver sem volt a szobájukban. Azóta a világhálón kikerültek olyan videók, amelyek azt bizonyítják, hogy később vittek be a rendőrök fegyvert a szobába, és akkor készítettek fotókat, hogy azt mutatni, hogy ezek milyen veszélyes terroristák. Hát elődött így hurcolásszák, tehát mindig össze van bilincselve legalább egy rendőrrel, és mindig a bolíviai kommandósok különleges egysége, ilyen alfa, beta, meg ilyen egységek kísérik, és nagyon nagy felhajtás van, tehát a per az egy ilyen kirakat per, de érdekes módon, amikor lefújják, akkor mindig úgy viszik őket vissza a legutóbbi stariából La Pazba. Itt látszik, hogy milyen nagy felhajtás van, tehát leállítják a forgalmat, és ilyen nagyon nagy, ez éppen az Omega egységnek az embere volt, golyálló, mellényes emberek, óriási nagy fegyverekkel biztosítják az utcát, és visszafele meg már nem érdekli őket, hogy viszik vissza a börtönbe, tehát legutóbb úgy kerültek vissza Tariából, hogy 8 órát várakoztak Cochabamba repülőterén, és az összes arra járó turista és stewardess és mindenki fotózkodhatott előddel, tehát ilyen teljesen látszik az, hogy az egész arra van kitalálva, hogy ilyen véres ronyként mutogassák. 28-an vannak a perben, tehát ez nem elődékről szól ez a történet, hanem gyakorlatilag a bolíviai ellenzéket és az őket támogató üzletembereket fejezték le. Aki nem tudott elmenekülni, nagyon sokan elmenekültek, összesen 35 vádlott van, de abból sokan elmenekültek. Akinek sikerült, az Argentinába, Brazíliába vagy Amerikai Egyesült Államokba kapott politikai menedékjogot, és aki nem tudott elmenni, vagy időben lekapcsolták, ezt megállítom, mert majd jönni fognak újra a durva képek. Tehát aki nem menekült el, az azóta ugyanúgy, mint előd fogolyként van. Tehát gyakorlatilag a volt miniszter, a volt tartományi vezető, a teljes politikai elit börtönben van. Ezt adott esetben Magyarországon is lehetne alkalmazni, én szerintem, de ebben most nem menjünk bele. Ott ezt alkalmazzák, és az a felháborító, hogy ott mondva csinált indokokkal. Tehát ott ezek az emberek nem bűnösök, hogyha majd eljön egy szabad választás, és megbuknak, akkor lehet, hogy csere lesz, és a mostani elit fog bekerülni a börtönbe, és ők kiszabadulnak. Most legutóbb, amikor nála voltam, akkor készült is egy film a börtönből. Ez is egy tipikus történet, hogy gyakorlatilag minden, ha pénzed van, minden van. Tehát mi nyilván nem tudtunk bevinni kamerát, meg a telefont, most nem csempésztem be, hanem bent béreltünk börtönbe egy naptól. Elég drágán adtam, mert $100 kért egy órára, de egy nagyon jó minőségű fényképezőgépet tudtunk kölcsön kérni, ami HD minőségű videót csinált, és akkor elődnek a cellájába gyakorlatilag megint tudtunk forgatni, most egy másik cellába van. Ez is Bolíviára jellemző, de a későbbi történetben, a perui történetben is az lesz. Tehát Latin Amerika valószínűleg erről szól, hogy elődnek bérleti díjat kell fizetnie a cellájáért. Tehát ha valaki börtönbe kerül Bolíviába, az nem jelenti azt, hogy automatikusan van neked ágyad meg szobád, hanem akkor a folyósón kell aludnod, és a börtönön belül van egy ilyen börtönmaffia,
én így hívom, de ő azt mondja, hogy szakszervezet, nyilván ezt ilyen szépen fogalmazzák meg, $80 kerül az, hogy neki van cellája, amit egy kanadai fiúval oszt meg, és hát azért a börtönben és emberben vannak a rabok. Az egyik, amikor megtudta, hogy én Magyarországról jöttem és újságíró vagyok, az egyik, különben a Bolívia egyik leghíresebb drog kereskedője, vagy nem is tudom, mi a jó szó rá, az akart egy kicsit dicsekedni, és megmutatta nekem, hogy hát egy igazán gazdag ember hogy él a börtönbe. Ő 6 cellát összenyitott, egy tárgyaló van berendezve, tehát bejönnek a látogatóként az emberek, és ő onnan adja a parancsokat, és neki egy ilyen emelményen van egy jacuzzia, és abba ott úgy áztatja magát, és akkor úgy adja ki az utasításokat, hogy most kit kell éppen fejbe lőni, aki kim van. Tehát azért elképesztő viszonyok vannak. Nyilván elődnek ezt az anyagi helyzetet még nem sikerült elérnie, nem is fogja. De akinek pénze van, az ott bármit meg tud engedni. Ez a börtön különben arról híres, vagy volt híres, most már nem lehet ezt csinálni, hogy extrém élményekre vágyó amerikai turisták bent alhattak a börtönbe, ugyanis kitalálták azt, hogy ilyen szállodaként üzemelt, nyilván illegálisan. Megvolt a módszere, hogy amikor mentél be, akkor azt kellett mondani, hogy Gibbs Jakabot látogatom, itt egy bolíviai név jött, és le kell adni az iratokat, a külföldiek nyilván a útlevelüket adják le, akkor benne kellett legyen egy $100, és akkor az őr eltekintett attól, hogy este, amikor a látogatási időnek vége van, nem jöttél ki, és akkor egy éjszakát bent alhattál a börtönbe. Nyilván egy külön tarifa volt arra, hogy ki kell fizetni a szállást és a kaját is, de elmondhatta az illető, hogy hát ő a világ egyik legdurvább vagy leghírhettebb börtönébe aludt, mint szállás. És erről fölkerültek a YouTube-ra videók, és ebből iszonyú politikai cirkusz lett, hogy hát azért ez mégiscsak gáz, hogy a San Pedro-ba turisták bejárnak aludni, és akkor ez a dolog megszűnt. De van olyan részlege ma is ennek a börtönnek, ez nem az előd részlege, hanem egy másik, a úgynevezett populáción, vagy ilyen népi részleg, ahol az ilyen tyúktolvajok, vagy kisebb tolvajok vannak, hogy bent lakik a család. Tehát a gyerekek reggel onnan mennek iskolába, a feleség kimegy a piacra bevásárolni, utána visszamegy, vagy főz, vagy nem tudom, takarít, meg mindent csinál, és gyakorlatilag a családi élet ott zajlik, egyetlen egy megkötés van, hogy a férfi nem mehet ki, mert ő el van ítélve. És ez ott teljesen természetes, megint csak szimpatikus, de Magyarországon valószínűleg nem fog ez az ötlet túl hamar megvalósulni, hogy a bolíviai állam azt mondja, hogy aki bekerült börtönbe, az a társadalommal szemben elveszítette annak a jogát, hogy eltartsák. Magyarán nem adnak enni a raboknak. Mondom, ez egy nagyon szimpatikus dolog szerintem, de hát nyilván egy külföldivel szemben ez kegyetlenség, hiszen tojású elődöt nem lehet Magyarországról ellátni, vagy hát meg lehet, de nagyon bonyolultan. Viszont a helyieket, ha nem visznek be nekik a barátaik, vagy rokonaik, vagy feleségük, akkor nem esznek. De cserébe nagyon szimpatikus dolog, hogy naponta meg lehet őket látogatni. És akkor naponta mennek be az emberek, és mindenkinek van bent eszköze, tehát a bazi nagy konyhakéstől elkezdve minden egyéb. Tehát ezért, hogyha például a rabok összevesznek egymással, akkor ott előkerülnek ezek a japagánok is adott esetben, tehát nem várható el az, hogy tehát egy komoly verekedés esetén ott nagyon súlyos sérüléseket lehet okozni, hiszen mindenkinek van kés. Nyilván elődnek is, de én azért azt javaslom neki, hogyha nem muszáj, ne verekedjen, mert nagyon gyorsan összezárnak ellene, tehát hiába, hogy őt közismert, meg mindenki ismeri, ő a külföldi, és a helyiek úgy fognak, tehát ellene fognak koalícióra lépni, vagy nem tudom, mi a jó szó rá. Tehát ebben a börtönben van, azért, amiért vádolják a terrorizmusért, 30 év jár Bolíviába, és a bíró nem mérlegelhet, tehát nem lehet félig terrorista, és akkor 15 évet kap, hanem vagy terrorista, és 30 év, vagy nem terrorista, és 0 év. És hát én azt gondolom, hogy a 0 év opció az neki nem fog működni. Itt két megoldást látok. Az egyik az, hogy Bolíviát sikerül olyan nemzetközi nyomás alá helyezni, ami abba az irányba nyomja el, hogy elengedik őt. Én azt is javasoltam, egyszer találkoztam egy bolíviai illetékessel, hogyha nekik ez... Tehát nyilván nagyon kínos lesz kimondani azt, hogy bocs, ezt nem is fogják. Tehát egy diktátor soha nem fogja elismerni, hogy ő tévedett. Valahogy azt kellene elérni, hogy olyan anyagi kényszerbe kerüljenek, mert az Bolíviát, mint fejlődő országot az Európai Unió évente 30 millió euróval támogatja. Miközben nem tartják be az alapvető emberi jogokat, meg Európai Uniós állampolgárokat lőnek le, hiszen Magyarorsi Árpád román állampolgár volt, uniós állampolgár, a Martin Dwyer nevű ír szintén uniós állampolgár volt,
Eduardo Rózsa Flores is uniós állampolgár is volt, hiszen magyar állampolgársággal is rendelkezett, és miközben mi itt az Európai Unióban a saját mezőgazdászainkat vagy parasztjainkat szivatjuk azzal, hogy az uborka jó görbül-e vagy nem, és azt szerint tesszük függővé a támogatást, aközben 30 millió eurót évente odaadunk Bolíviának, feltételek nélkül, és azt próbáljuk most elérni, itt van azért néhány olyan néppárti képviselő a Fidesz részéről, akik ebben legalább hajlamosak arra, hogy meghallgassanak minket, hogy kezdeményezzék, hogy vonják meg a pénzt Bolíviától, és akkor hát, ha elgondolkodnak azon, hogy megéri elengedni ezt a szerencsétlent. Nyilván elengedni, meg bocsánatot kérni nem fogják. Azt kértem én a külügyminiszter helyettesétől, hogy ha oda kerül a sor, akkor legyen garancia arra, hogy kikerül élve az országból, és utána nem érdekel, hogy mit mondanak. Tehát mondhatják azt, hogy megszökött, vagy eltűnt, vagy nem tudom én, bármit mondhatnak, csak élve kerüljön ki. De nyilván nagyon nehéz arra garanciákat kapni, hogy nem az lesz, hogy a határon azt mondják, hogy na menj, és akkor nem lövik hátba. Ez az egyik megoldás, amivel ki lehetne hozni. A másik meg az, amit szerintem más országok már megtettek volna, mondjuk, hogyha Amerika, vagy nem akarok más országokat mondani, ha amerikai állampolgár lett volna, hogy bemenjen néhány erős ember és elhozza, mert ebből a börtönből nem olyan bonyolult ezt megoldani. Egyrészt a készpénz Bolíviában is nagyon nagy úr, másrészt kellő képzettséggel ezt meg lehet oldani. Maradjunk Latin Amerikánál, Peruba voltam nem olyan régen. Dolgozom a baptista szeretetszolgálatnál, és gyakorlatilag minden ügyel megtalálnak, és egyre hátborzongatóbb ügyek kerülnek látótérbe. Azzal, hogy egyrészt a szabadság van, tehát hogy most már uniós állampolgárok vagyunk, és bárhova mehetünk. Másrészt azzal, hogy egyre rosszabb a gazdasági helyzet, vagy egyre többen külföldön próbálnak munkát, elképesztő történetekbe futunk bele, és azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert ez is abba a gondolatba illik bele, hogy nincsen ingyen ebéd. Nagyon jól kitalált banda van arra, hogy jellemzően Kelet-Magyarországon vagy Észak-Magyarországon szegényebb régiókba, de Budapest is van már ebben a történetben, meg szinte minden településről, diszkókba keresnek olyan fiatalokat, akik nem beszélnek nyelveket lehetőleg, és nem nagyon jártak külföldön. Ez azért fontos, mert azt mondják neki a diszkóban, hogy biztos rossz anyagi körülmények között vagy, biztos te is szeretnél elmenni Nyugat-Európába dolgozni, gyere ki Spanyolországba, Hollandiába, Franciaországba, 2000 eurót fogsz havonta keresni, és csak nem tudom, Tesco-ba kell dolgozni árufeltöltőnek, vagy automosóba, automosónak. Tehát valami olyan képzettséget nem ígérő munkát ajánlanak neki államfizetéssel, ami nála ezt a beindítja ezt a hú, megfogtam az Isten lábát, meg megnyertem a lottó főnyereményt effektust, és akkor ezek a fiatalok elmondják otthon, hogy na, tartsatok ki, ugye mindenki rossz anyagi helyzetben van, menjek ki dolgozni, egy hét múlva már küldöm az első 100 eurót, vagy 200 eurót, a szegénység el van felejtve, megvan a lehetőség. És akkor elviszik őket Nyugat-Európába, mondom, fontos, hogy ne beszéljenek nyelveket, és ne nagyon utazzanak előtte, ne legyen rutinjuk. Ott az első gyanús pillanat, amikor azt mondják neki, hogy csináltass magadnak útlevelet. Mivel nem utazott sokat külföldre, Schengeni területen belül, nem teszi föl ezt a kérdést, vagy ha föl is teszi, nagyon gyorsan lehurrogják, hogyha minek kell útlevél, személyével is lehetne utazni. Tehát lényeg az, hogy rákényszerítik, hogy legyen útlevele, kikerül Németországba, Hollandiába, valahova, és ott tartják egy viszonylag jó szállodába néhány napot, elveszik az útlevelét, azt mondják, hogy azzal intézzük a papírokat, és egy szállodába érezd jól magad, majd mindjárt néhány nap múlva munkába állhatsz, és ott ő neki nem kell semmit csinálnia, megvan a szállása és az étkezése. És egy hét múlva visszamennek szomorú arccal, ezek akik beszervezték, és azt mondják neki, és erre mindig van elég indok, hogy a nemzetközi helyzet fokozódott, gazdasági válság van, nem tudom, te is láttad a híradóban, hogy minden omlik össze. Lényeg az, hogy nincsen munka, tehát az, amire hívtunk téged, az ugrott, de hát itt laktál a szállodába egy hétig, ettél, jól érezted magad, ennek van egy 350-400 eurós költsége, addig nem adjuk vissza az útleveledet, amíg ezt nem fizeted ki. És ez egy borzasztóan kellemetlen helyzet, mert az, aki otthon az egész rokonságnak, szülőknek, baráti körnek behíreztelte, hogy hát megfogtam az Isten lábát, és sok pénzt fogok keresni, most haza kell telefonálni, és azt mondani, hogy figyeljetek, nem, hogy nem küldök pénzt, hanem dobjatok már össze 400 eurót, mert nem tudok hazamenni. Tehát egy nagyon hülye helyzetbe kerül, és ott a saját levében ott gyötrődik, és akkor este, vagy másnap este megérkezik valaki a panzióba, egy magyar. Ráadásul nem is tud ilyenkor elmenni a rendőrséghez, hogy azt mondani, hogy hát engem itt most átvertek, meg fogva tartanak, meg stb. Haza sem mer indulni egyedül, mert nem beszél franciául, spanyolul, németül, éppen amelyik országban van.
És akkor este megérkezik valaki a panzióba, aki nagyon boldog, nagyon felszabadult, és azt mondja, hogy én is hasonló helyzetben voltam, mint te. Én is tartoztam 400 euróval, de akkor nagyon rendesek voltak, mert ajánlottak egy kiútat, elmentem Latin-Amerikába, megtettem egy apró szívességet, most hazaérkeztem, kerestem belőle 2000 eurót, röhögve kifizetem a 400 eurós tartozásomat, és még 1600-al hazamegyek. És aznap ő is megkapja az ajánlatot, hogy figyelj, tudjuk, hogy baj vagy, segíteni akarunk rajtad, menj el Peruba, Kolumbiába, Brazíliába, stb. Hozz el valamit, egy apró csomagot. Ilyenkor már nyilván az se hülye, tehát már sejti, hogy nem, valószínűleg nem kivit kell hozni meg narancsot Brazíliából, de már egész egyszerűen nincs, tehát olyan helyzetben van, hogy nem tud nemet mondani, és akkor elmegy, és ide kerül. Ez Peruba egy kősivatag, Piedras Gordásnak hívják, tehát gyakorlatilag tényleg egy sivatagban van, egy ilyen földbe sülyeztett börtön, ebben jelen pillanatban 14 magyar állampolgár van, és hát egész Latin-Amerikában 52-en vannak most már hasonló helyzetben, akik azt hitték, hogy van ingyen ebéd, és hogy kifogják, vagy meg fogják tudni ezt az utat csinálni. Ez a piac azért érdekes, mert itt is az van, hogy itt legalább adnak enni a raboknak, de nagyon keveset, tehát azzal nem lehetne megélni, és ez egy fantom piac, kedden és szombaton van, azt hiszem, ha jól emlékszem, látogatás a börtönbe, és ez a börtön mellett azokon a napokon a sivatagban benépesül, tehát ezt ide árusok költöznek be két napra, hogy aki jön távolról, az ne kelljen az élelmet cipelje, hanem itt bevásárol és beviszi a börtönbe. És hát itt vannak ezek a magyar állampolgárok, akik jelentős részben azt mondták el, nyilván van, aki csibész közülük, tehát én is mindjárt látnak, van olyan, akitől nem vennék használt autót. De van tanár, volt taxisofőr, egészen normális, becsületes arcú fiatalok is, akik nem drogfutárnak indultak el Magyarországról. De Nyugat-Európába aztán belekerültek ebbe az adósság csapdába, és azt mondják, hogy a legtöbbjük esetében a vámosok várták a fotóval a kezükbe. Tehát Spanyolország, vagy Perúban van erre egy szó, az ilyen kis halakra, akiket megfognak, burrónak hívják őket, ami azt jelenti, hogy szamár. Ez sokat elmond a nevükről, tehát őket eleve áldozatnak viszik, több okból. Ugye Peru a világ második legnagyobb kokain termelő országa, Kolumbia után, és nagyon jól kiépült kokain maffia van, aki viszi kifele az árut Nyugat-Európába és Amerikába. És azoknak fegyvereik vannak, azok nagyon, hogy mondjam, határozottak az érdekeit illetően, és hogyha egy rendőr elfog egy helyi drogkereskedőt vagy drogcsempészt, akkor azt reszkírozza, hogy mikor hazamegy, fejbe lövik, vagy elrabolják a gyerekét az óvodából, vagy lelövik a feleségét, tehát nem szívesen fognak meg helyieket, mert abból csak probléma van. Sokkal egyszerűbb, hogyha nekik ezek a drogcsapatok eleve tálcán kínálják föl az európai, kelet-európai lúzereket, akinek a rokonai nem fognak kimenni Borsodból, vagy Dunaharasztiból, hogy lelőjék a rendőrt, és akkor egyfajta egyesség van a helyi drogmafia és a rendőrség között, hogy én évente neked növekvő számban szállítom a balekokat. Neked a statisztikád jól mutat, mert tavaly megfogtál 10 embert 20 kilóval, idén már 13 embert 26-tal, tehát el tudod mondani, hogy 30%-ban javult a felderítési mutatód. Nincs vele kockázat, és amíg a rendőrs, vagy amíg a repülőtéren ezekkel foglalkozol, addig az én emberem a 150 kilóval megkisétál. És ezeket eleve földobják, tehát a rendőr várja a fotót, hogy Kovács Béla Nyíregyházáról érkezik, és fogjuk meg, mert van nála valami. Ezek a magyarok, itt Szilágyi Béla látható, még az előző képen a szeretetszolgálatnak a munkatársa. Nyilván jogos a kérdés, hogy mi ezeket miért látogatjuk, meg miért viszünk neki kaját. Miközben Magyarországon is éheznek, meg stb. Egyrészt egy szeretetszolgálatnak nem az a dolga, hogy ítélkezzen, tehát én nekem nincsen jogom eldönteni, hogy valaki bűnös vagy áldozat. Az a bíróságra tartozik. Másrészt azt gondolom, hogy ezek is elég szerencsétlen helyzetbe kerültek, és hogyha van rá lehetőségünk, akkor miért ne segítsünk? A harmadik, és ez a legfontosabb, azért mentünk ki, és azért kértünk forgatási engedélyt is, hogy ezek, ettől a fiútól például nem biztos, hogy vennék használt autót, de attól függetlenül nincs jogom megítélni, hogy ő bűnös vagy nem bűnös. De mondom, azért fontos, azért volt fontos nekünk, hogy kimenjünk és kamerát vigyünk meg fényképezőgépet, hogy ezt ilyen és hasonló találkozókon el tudjam mondani, vagy például a Focus Report készült belőle, vagy megírtam a Nemzetbe, hogyha holnap valaki kap egy nagyon jó ajánlatot a ismeretlentől, vagy adott esetben a haverjától is, és azt mondja, hogy figyelj, gyere ki Franciaországba, és 2000 euróért fogsz autót mosni, vagy Spanyolországba, nem tudom én mennyiért,
Tesco-ba árut feltölteni, akkor ne higgy el, hogy van ingyen ebéd. Tehát legalább mondja azt, hogy te figyelj, van-e már ki magyar, hívjam föl, kérdezzem meg, hogy tényleg igaz-e. Nézzem meg a neten azért, a Google-it ma már mindenki tudja használni, hogy létezik-e az a cég, ahova kihívtak, kérjek garanciát, vagy tudja azt, hogy ha még bele is kerültem egy ilyen helyzetbe, Franciaországba is fölhívhatom a magyar nagykövetséget, hazahoznak, ha nincs pénzem, fölhívhatom a rendőrséget is, mert uniós állampolgárként, vagy bemehetek a rendőrségre, mert uniós állampolgárként kötelesek nekem tolmácsolást biztosítani, vagy hogyha adott esetben még ki is megy Peruba, még ott is meggondolhatja magát, hiszen igaz, hogy Peruba nincs magyar nagykövetség, de az uniónál olyan egyesség van, hogy bármelyik uniós ország nagykövetségére bemehetek, és köteles rajtam segíteni, hiszen az unió az ilyen gyakorlatilag egy országként működik, tehát ott, ahol nincsen magyar nagykövetség, ott besétáltok a francia, a német, a spanyol, vagy bármelyik nagykövetségre, és kötelesek az ügyembe eljárni. Egy másik történet, hogy ezek a szerencsétlenek többszörösen is megjárják, mert mondjuk 6 kilóval megfogták őt a határon, a rendőr azt mondja neki, hogy látom, hogy jó ruhád van, jó órád, van még 100 dollár készpénzed, ha azt nekem ideadod, vagy nem írjuk bele a jegyzőkönyvbe, hogy ez is nálad volt, akkor én csak 2 kilót írok be neked a drogra, mert akkor kevesebb büntetést kapsz. Ez nem igaz, de hát ezt nem tudják. 10 kiló alatt mindenkinek ugyanaz a büntetés jár. De a rendőr így nagyon jó jár, mert megkapja az illetőnek az óráját, ruháját, pénzét, plusz 4 kiló kokain még el tud adni, mert csak 2 kilót ír a jegyzőkönyvbe. A szerencsétlen ugye belemegy, ezzel bekerül egy olyan börtönbe, az előző börtön az a Piedras Gordas, amelyiknek voltak a képek, az is egy ilyen, hogy ott több ezer dollár egy ágy. Tehát megmutatom mindjárt melyik gyereket, aki hónapokig, ez a Józsikának hívják, ez egy szerencsétlen asztalos fiú Magyarországról, ő több hónapig a lépcsőn aludt, mert nem tudta kifizetni azt a díjat, hogy egyáltalán legyen egy matraca. Mert ott is van egy ilyen börtön mafia szakszervezet, és nem engedték be. Ez az idős úr, ő egy tanár. Rosszul keresett, és azt hitte, hogy ezzel megoldja az életét. Ő egy taxisofőr. Ő meg egy vállalkozó volt, az ő története még különösebb. Neki a barátja telefonált rá, hogy gyere ki Peruba, bajba vagyok, és feleségemtől kapsz pénzt, kifizető repülőjegyet, és gyere ki, mert segítségre van szükségem, kiment az illető, és a szállodába kapott egy cetlit, hogy megoldódott a problémám, én már hazamentem, nagyon köszi, hogy ilyen rendes vagy, hogy kijöttél, ki van fizetve a szállodát egy hétre, érezd jól magad, és itt van egy bőrönd, amiben mindenféle ilyen mexikói ilyen népművészeti dolgokat vettem, és ezt hozd haza nekem. És a fickó azért nem volt annyira hülye, mert megnézte ezeket a népművészeti dolgokat, és nem volt, tehát azok tényleg azok voltak, és elhitte, hogy ezt csak azt kell hazavinni. Nem volt elég fineszes. És amikor megérkezett a határra, akkor őt is várták a fotó alapján, és a csavarhúzót a bőrönd fenekébe belenyomták, és kiderült, hogy dupla fenekű bőrönd volt, és 6 kiló kokain volt abba is. Tehát őt is gyakorlatilag a haverja verte át, és hívta ki Peruba. De mondom, számtalan ilyen történet van, legutóbb a múlt héten kaptunk egy levelet, nem Paraguay, hanem Panamából, hogy ott is bekerült egy magyar férfi, hasonlóan átverték, és hogy segítsünk rajta, nem tudom, hogy mikor jutunk el. Tehát ennyit a perui drogfutárokról. Ja, és igen, hogy mi lesz velük. Beszéltem olyan bíróval, itt lesznek valahol azok a fotók, ahol látszik az elképesztő mennyiségű, ezek a gyakorlatilag a drogfutárok aktái, tehát egyszerűen nem látnak ki, tehát hogyha rosszul dől az akta, akkor agyonveri a bírókat. Beszéltem olyan bíróval, aki azt mondta, hogy a tavaly 800 ügybe kellett ítéletet hozni, és becsületesen bevallotta, hogy el se olvasta őket. Tehát a bíró is arra győzködi ezeket a magyarokat, hogy ne gyertek itt mindenféle dumákkal, hogy beszerveztek, átvertek, stb. Mert hogyha szervezett bűnözés, akkor utána kell menni, és 15 évet kaptok. Ha azt mondod nekem a tárgyaláson, hogy magánzó voltál, tehát kijöttél egyedül, és pénzt akartál keresni, bocs, Peru, többet ilyet nem csinálok, akkor 6 év, 8 hónappal megúszod. És nyilván azt gondolja a fiatal, hogy hát tényleg, hát 15 évnél sokkal jobb a 6 év, 8 hónap. A bírónak ez azért fontos, mert a leghűségesebb és legszorgalmasabb munkatársa a számítógépen a Ctrl-V, Ctrl-C funkció, tehát copy-paste-tel az ítéleteket tudja hozni, nem kell tökölni vele, hogy most akkor ki szervezett be, hol, stb. Megjegyzem, a magyar rendőrségnek sincs arra pénze, hogy kimenjen és ezeket kihallgassa, és ennél fogva nem is kapcsolják le azokat, akiket ők Magyarországon beszervezték. Tehát lényeg az, hogy a bíró az abban érdekelt, hogy ilyen futószalag ítéleteket hozzon, 6 év, 8 hónapot kap mindenki, és 3 év után elengedhetik őket, feltétele szabad lábra.
De utána meg Cseberből Vederbe kerülnek, mert ugyan nincsenek börtönbe, de ez a két fiatalon látszik, ők egy nyomornegyed kellős közepén laknak, elképesztő körülmények között, és nem tudnak hazajönni, mert ahhoz, hogy kijöjjenek, ahhoz be kell fizetni valamiféle kauciót Perúval, azt hiszem 2000 dolláros kauciót, hogy ő eljön az országból, illetve a repülőjegyet. Tehát egy olyan lehetetlen helyzetbe kerülnek egy rossz döntésnek a következtében, amiből nagyon nehéz a kiút. Arról nem is beszélve, hogy van olyan nyíregyházi, rokkan nyugdíjas nagymama, akit tört magyarsággal fölhívtak egy latin-amerikai városból, és azt mondták neki, hogy ha azonnal nem küld 1000 eurót, vagy 1000 dollárt, van ilyen névtelen pénzküldési lehetőség, azt hiszem a Monigram, vagy valamelyik ilyenen, hogy jelszóval lehet pénzt küldeni, tehát aki fölveszi, az nem kell saját magát igazolja, csak a jelszót elég, ha mondja. És azt mondták neki, hogy ha nem küld 1000 dollárt azonnal, akkor az unokájának a hüvelykujját hazaküldik. És két hét múlva hazaküldték egy borítékba gyors postával, mert a latin-amerikaiak fejében minden európai gazdag. Tehát hiába magyarázza a szerencsétlen magyar egy perui vagy egy kolumbiai börtönben, hogy nekem a szüleim rokkan nyugdíjasak és halunk éhen, azt mondják, hogy te biztos kamuzol, és bepróbálkoznak megzsarolni a családot a gyereknek az életével. És ilyenkor jönnek be ezek a szerencsétlen idős emberek a szeretetszolgálathoz, és sírva könyörögnek, hogy adjunk 1000 dollárt, mert a gyereknek hazaküldik a hüvelykujját, hogyha nem küld. Tehát nem elég, hogy a saját életét tönkrevágja, aki bekerül egy ilyen történetbe, hanem a családjának is okoz olyan kellemetlen helyzeteket, amit hát nem árt, hogyha el tudunk kerülni.